Civil véradást tartottak ma a területi vérellátóban. A hetedik alkalommal meghirdetett esemény ezúttal a Zala megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ és a Vöröskereszt a Zala megyei szervezetének közös programja volt. Reggel 8-tól 17 óráig várták a segítőket a Zárda utcában. A kezdeményezés immár hagyományosnak mondható. Így módon a szervezőknek évről évre többeket sikerül megszólítania. 2019 óta tart a civil központ civil véradást, ez így már a hetedik. Az idejében már februárban is volt egy véradásunk, most pedig egy új kezdeményezésként a Vöröskereszttel együtt szervezzük a civil véradást. Bízunk abban, hogy ezáltal a közös szervezés által még többen csatlakoznak majd hozzánk. A tegnap előtti napokon már lezajlott két véradásunk, Keszthelyen és Nagykanizsán. Elmondhatjuk, hogy a tavalyi évekhez képest kétszer annyian jelentek meg. A zalaegerszegi alkalomra ezúttal is sokan érkeztek. Köztük olyan szervezetek és közösségek képviselői, akik régóta együttműködnek a Zala megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központtal. Nagyon támogatja a szervezetünk a civil véradást. Azért érzem fontosnak, mert így tudunk másoknak segíteni. Már az egyesületünk is olyan céllal jött létre, hogy összefogjunk, és hogy másokat segítsünk, a gyerekeink boldogulását biztosítsuk, és úgy gondolom, hogy ez a véradás is egy olyan fórum, ahol segíteni tudunk. Régóta részt veszünk már a civil véradáson, néhány fővel. Úgy gondolom, hogy minden embernek aktív állampolgárként fontos a civil szférában is a szerepvállalás, és hát a társadalmi felelősségvállalás, hogyha valamit tudunk tenni másokért, akkor úgy gondolom, hogy meg kell tenni valamilyen szinten, akár véradással, akár máshogy. A donorok ezúttal is ajándékcsomagot és emléklapot kaptak önzetlenségükért. A civil programok sorában legközelebb egy gyerekvállalást és a család alapítást ösztönző közösségi rendezvény szerepel. Ezt szeptember 21-én tartják a zalaegerszegi Apácai Művelődési Központban.